Szeretettel köszöntelek benneteket ismét itt a konyhámban. Most egy igazi különlegességet fogok nektek megmutatni. A recept Szőlősi Iréntől származik, aki érdemes és kiváló bárművészünk volt, mert sajnos már nincs köztünk, Jászai Mari Díjas is. De hiszen ez egy szakácskönyvből kiszakadt lap. Elmesélem nektek Marcipán cica történetét. Ő lánya, Kati, nagyon jó barátnőm. És egyszer egy ilyen finomságot kóstoltunk meg náluk, és elkértem Katitól a receptet. Hát ez pedig, itt van felírva nekem a kis cetlire, látszik, hogy hányszor használtam már, a szalonnás túró torta. Két részből fog állni. Az első része egy omlós tészta alap, amihez kell 25 deka liszt, 12 deka margarin, felkockázva, hogy könnyebb legyen majd egyneműsíteni ezt, és egy tojás sárgája. És amíg ez pihen a hűtőben egy folpakba csomagolva, mert hogy ez a hideg bánásmódot szereti, addig elkészítem a tölteléket, ami pedig áll 20 deka túróból, tehén túróból, 10-15 deka füstölt sajtból, reszelt füstölt sajtból, 3 tojás sárgája kell hozzá, és 4 tojásnak a felvert fehérje. Ugye ennek a negyedik tojásnak a sárgája az a tésztához kell. Só, szerecsendió, bors, és végül a tetejére füstölt szalonna, bacon szalonna. Na, kezdjünk hozzá! Ahhoz, hogy a tésztát elkészítsük, szükségünk lesz egy nyúlódeszkára, valamint egy nyújtófára, amit egyébként akkor szereztem be, amikor 18 éves koromban odaköltöztem Csabihoz. Egyneműsítettem a tésztát, nem könnyű egyébként, de gyakorlat teszi a mester. Jó gyorsan kell dolgozni. Majd miután ezzel megvagyunk, akkor folpakba csomagolva betesszük a hűtőbe a tésztát egy picit pihenni. Amíg a tészta pihen a hűtőben, addig elkészítjük a tölteléket, amihez én krumplinyomót szoktam használni, meg egy ilyen nagyobb méretű kanalat ezzel kevergetem össze. Az a lényeg, hogy itt minden anyagot, tehát a tehéntúrót, a füstölt, reszelt füstölt sajtot, illetve a tojássárgáját, sóval, borssal, és egy kis szerecsendióval összedolgozom. Na, ha ezt összekevertük, akkor fogjuk a 4 tojás fehérjénket, és kemény habbá verjük. Na, ezzel megvagyunk, most pedig megnézzük, hogy hogy áll a tésztánk. Egész jól összeáll. Na, kicsomagoljuk a kis tésztánkat, és szépen kinyújtjuk.
Na, és most jön a dolognak a legnehezebb része. Megmondom őszintén, nem mindig sikerül teljesen jól. Az a lényeg, hogy egy szépen kivajazott tepsit, ami körülbelül így ekkora, kibélelek ezzel a tésztával, és ebben jön majd bele a töltelék. Na de ezzel a művelethez én, tudjátok mit szoktam használni? Nagyon szeretek ugye különböző tortákat sütni a családtagjaim számára, és az egyik tortámnak az ilyen kis alapját szoktam erre használni, erre a célra. Így becsúsztatom a tészta alá. És akkor egész egyszerűen megpróbálom így ebbe áthelyezni, belehelyezni. Természetesen törik, mint a nyavaja, de nem gond. És itt lehet látni, hogy a maradék tésztával, ami itt van, ugye ki van vajazva a széle. A maradék tésztával egész egyszerűen, tehát ami itt letört róla, szépen nyugodtan kibélelhetjük a formát. Tehát nem probléma, hogyha nem egészen egységes ez a tészta alap. Most pedig a felvert tojásfehérjét óvatosan hozzákeverjük a már összekevert töltelékünkhöz. Ugye ez a tehéntúrós, füstölt sajtos, reszelt füstölt sajtos, sós, szerecsendiós, borssal ízesített töltelékhez. Két részletben fogom, hogy még óvatosabban történjen ez az összekeverés. Ja, közben pedig előmelegítjük a sütőt 180 fokra. Ha ezzel megvagyunk, akkor szépen, csinosan ráhelyezzük a bacon szalonna szeleteket. És ez szépen rá fog sütni, a zsírja itt szépen beleolvad. Na, oké, készen vagyunk, és ezt most én szépen beteszem az előmelegített sütőbe. Szalonnás túrótorta elkészült, most már csak azt várjuk, hogy kicsit kihűljön, és akkor fel tudjuk szeletelni. Jó étvágyat hozzá! Sziasztok! Nagyon jó egészséget mindenkinek!